Sziasztok, Géczi Gábor vagyok, és ez a Bekérdező című műsorom, és a mai vendégem Eszti. Sajnálattal fordulnak valaki felé, hogy jaj, te szegény, csak szeresd nagyon, és majd kinövi. Nem az, hogy megérteni volt, nehéz, de elfogadni. Hogy ők ezt így érzik, mert én próbáltam nekik megmagyarázni, hogy én nem a saját kultúrámat adom föl, csak felveszek mellé egy olyan vallást, a saját kultúrám mellé egy olyan vallást, amiben én megtaláltam az igazat. Amikor már egy kicsit nyugodtak a kedélyek, akkor szülőkkel minden további nélkül, főleg anyával. Igen, tehát a terroristázás az megvolt, főleg a kezdeti időszakban. Akinek elmondtam, az elkezdett győzködni, hogy ne csináljon, butaság ezért, butaság azért, el fog rabolni, el fog adni, elküld prostituáltnak, meggyilkol. Telefonon, amikor megkerestél engem, azt mondtad, hogy különcnek érzed egy picit magadat, és hogy az lenne a leginkább a probléma, hogy nem tudsz teljesen jól beilleszkedni a társadalomba, de ez a különbségeddel jól érzed magadat, de mégis szeretnél egy kicsit jobban közeledni a társadalmi normákhoz, elvárásokhoz? Hogy kell ezt érteni? Egyáltalán miben van a te különc jelleged? Főleg a vallásomban különbözök. Abban lógok így a társaim közül. Én muzulmán vagyok. Középiskola elején vettem föl a vallást, tehát a szüleim nekem nem muzulmánok. Református általános iskolából jövök különben, tehát hogy eredetileg én sem. Konfirmáltam is, de abban úgy csalódtam. Magában az emberekben, a református vallásban. És utána megtaláltam az iszlámot. Mit adott neked az iszlám? Ez a más vallás, ez a más kultúra? Mert ez egy érdekes dolog, ami szerintem nem általános, hogy a magyar, itteni magyar emberek azért ezt a vallást keresik, felveszik. Tehát ez egy különleges dolog. Mit adott neked? Soha nem illettem bele úgy a társadalom rendjébe. Tehát mindig kilógtam a többiek közül, és úgy éreztem, hogy egy befogadó közegre találtam. Tehát nekem itt az egész ismerkedésem az iszlámmal úgy kezdődött, hogy húgomnak az egyik osztálytársa, ő muzulmán, és vele találkoztam így az utcán, és akkor elkezdtünk beszélgetni. Kérdeztem, hogy miért hord kendőt, kérdeztem így a vallásról, meg ilyesmi, és utána ő meghívott magukhoz. És amikor elmentem hozzájuk, ők elég nagy családban élnek, és mikor elmentem hozzájuk, mindenki olyan barátságos volt, tehát hogy maga az egész légkör annyira családias és szerető volt, hogy legelőször ez fogott meg az egészben. És akkor elkezdtek tanítani igazából az iszlámra, és elkezdtem egyre jobban érdeklődni ez iránt, és úgy megfogott maga ez a vallás. És tehát hogy tényleg az egész vallás maga olyan szerető. Befogadóbb, szeretőbb, mint a eddigi, mondjuk a, most nem a református vallást akarom rossz színbe feltüntetni, csak hogy az eddigi tapasztalatot képest. Tehát, hogy nekem kifejezetten úgy tűnik, a reformátusok, akikkel, tehát a keresztény vallású emberek, akikkel én körül voltam véve, elutasítóak voltak más vallásokkal szemben. És az iszlámban, vagy én itt náluk ezt nem találtam meg. Tehát itt mindenkit befogadnak, mindenkit kedvesen fogadnak. Mindenkivel kedvesek a vallásától függetlenül. Téged is az elejétől kedvesen befogadta. Igen, kifejezetten. Tehát majd, hogy nem családtagként. És annyira jó volt ez a szerető környezet. Úgyhogy jó volt valahová tartozni. Ezzel kezdődött. Nem volt akkor nehéz neked az átállás, hogy ennyire másfajta kultúra, ennyire más vallás, hoz alkalmazkodni? Hát ez nehéz kérdés. Tehát maga lelkileg nem egyáltalán. Tehát ez igazából mennyi? Egy olyan egy hónap volt. Tehát nagyjából egy-másfél hónap volt az, amikor én már tudtam, hogy én ezt követni akarom. És itt volt nekem egy álmom. Ez most gicsesen hangzik. Volt nekem egy álmom, amiben egy ilyen fénygömböt láttam. És ilyen alaktalan volt, meg amorf, tehát hogy nem lehetett így megérinteni, de olyan
nem tudom, és szólt belőle egy férfi hangja, és azt mondta nekem ez a hang, hogy az iszlám az igaz vallás, és térjek át. És nem tudom, valahogy úgy tudtam, hogy ez Allah hangja. Tehát egy ilyen belső megérintettséged lett ebben az álmodból kifolyólag, hogy ebbe az irányba és nekem kell ez lépni. Volt az utolsó lökés. Tehát, hogy előtte is a peremén táncoltam, és nem akartam a környezetem miatt, mert hogy ez mekkora botrányt keltett volna, pláne itt a migránsos, tehát akkor még jöttek be az országba a migránsok, és elég nagy botrányt keltett volna, és emiatt így bizonytalankodtam, de nekem ez volt az utolsó ilyen lökés, hogy akkor. És ha jól emlékszem, a telefonban is azt mondtad nekem, hogy ezt a külsődben is képviselted. Igen. Ez hogy nyilvánult meg? És ezt hogy reagálta le mondjuk a családod, igen, barátok, én ismerősök? Igen, onnantól kezdve, hogy felvettem a vallást, elkezdtem hijabot hordani. Az egy kendő igazából, ami a teljes hajat takar, tehát az arcot hagyja szabadon. Elkezdtem hosszú bőruhákban járni, tehát hogy ne legyen kint csak a kézfejem. Úgyhogy, hát ezt a családom, meg így a környezetem általánosságban elég nehezen viselte. Ugye, mert hogy egyrészt nekik is ez így új volt, hogy ők úgy értékelték, hogy én őket tagadom meg, tehát a családomat tagadom meg, hogy a saját kultúrámat, a magyar gyökereimet, a saját családomat igazából megtagadom és elhagyom ezzel, hogy én felvettem egy másik vallást. Én nagyon nem így éltem meg ezt az egészet, és nekem nem az, hogy megérteni volt nehéz, de elfogadni, hogy ők ezt így érzik. Mert én próbáltam nekik megmagyarázni, hogy én nem a saját kultúrámat adom föl, csak felveszek mellé egy olyan vallást, a saját kultúrám mellé egy olyan vallást, amiben én megtaláltam az igazat. És ezt nagyon nehéz volt elmagyarázni. Szülők közül ki volt, aki kevésbé volt befogadó, vagy kivel volt legnehezebb ezt elfogadtatni? Apával. Igen, tehát ő elég hevesen reagált, mikor ez így előjött, és vele nagyon nehéz volt elfogadtatni ezt az egészet. Bocsánat, leginkább a muzulmán jelleg miatt volt problémája, vagy az, hogy annyira különbözik, mint itt a mi magyar vallásaink, kultúránk? Szerintem itt a fő motivációja az volt, hogy féltett. Tehát neki nem is magával a vallással volt gondja, nem is magával a különbözőséggel volt gondja, egyszerűen féltett attól, hogy a többi ember hogy reagál le igazából. Tehát azért egy magyar muzulmán lány annyira nem mindennapi. Nem azt mondom, hogy korszakalkotó vagyok, mert vagyunk jó páran, csak... Tehát az emberek reakciója az nem mindig pozitív. A családban voltak a legerőteljesebb szembenállások, vagy baráti kör külsős? A baráti köröm azt teljesen jól fogadta. Tehát szerencsére nekem olyan baráti köröm van, akik mindenben támogatnak. Nyilván az észszerűség keretei belül. Tehát a baráti köröm az nagyon simán fogadta. Ők mondták, hogy ha én úgy érzem, hogy ezt tesz boldoggá, akkor teljesen nyugodtan. Kövessem, őket nem zavarja. De például itt a családban nagyon erősen kijöttek ezek az ellentétek, tehát én volt, amikor úgy éreztem, hogy szégyelnek. És nem tudom, hogy ez tényleg így volt-e, vagy csak én éreztem úgy, de... Tehát, hogy én kínos helyzetbe hozom őket azzal, hogy ilyen vagyok, amilyen. Ezt ki is tudták neked mondani? Tudtattok erről őszintén beszélni a családdal, vagy ezt te csak a megérzésből érezted? Többször próbáltunk erről beszélni, de én se a legjobban reagáltam le ezt az egészet. Minden támadásnak vettem. Tehát, hogy én úgy voltam vele, hogy ők mivel ellenzik ezt, amit én most képviselek magamban, minden egyes szavukkal támadnak. És úgy is reagáltam le, mint hogyha éppen egy ellenem intézett támadás lenne az a beszélgetés. Tehát általában kiabálással és ajtócsapkodással végződtek. Vagy sírással. Így pozitív kimenetele nagyon ritkán volt. És megvolt az ő részükről a szándék, így utólag visszanézve értem. Így megvan, csak amikor így benne voltam, akkor pont. És hogy jöttek a lépései ennek a te átállásodnak? Tehát megismerkedtél, felvetted ezt a
vallást, elkezdted nyilván leginkább követni ezt a kultúrát, utána még hova ment tovább ez a történet? Meddig, hova ment el a te különbséged mondjuk ebben a helyzetben? Hát én minden nap, ugye hidzsabban voltam, tehát én muzulmánként viselkedtem, muzulmánként öltöztem, úgy éltem a mindennapjaimat tulajdonképpen. Tehát a napi 5-ször ima, az meg volt. Iskolába is kendőben jártam. És itt az osztálytársaim részéről is volt egy elég erős ellenérzés, fogalmazunk. Amit ki is fejtettek felé. Igen, tehát a terroristázás az megvolt, főleg a kezdeti időszakban. Tehát egy olyan másfél-két év után ez így lecsöndesedett, unalmassá vált. De így először megvolt az osztálytársak szülei által, úgyhogy az érdekes volt. Tehát amikor ilyen sajnálattal fordulnak valaki felé, hogy jaj, te szegény, csak szeres nagyon, és majd kinövi. Tehát, hogy ez bármelyik szülő szempontjából furcsa lenne, hogyha úgy fordulna hozzá egy másik szülő, hogy csak szeres nagyon, és majd kinövi. Eltévejedésnek vették? Hogy majd visszatalálsz a Igen, rendes utadra? A tanáraim nagy része azok úgy gondolták, hogy ez ilyen kamaszkori lázadás, és majd kinövi. Ebben bíztak a szülők is? Igen. Szerintem legalábbis. Igen. Tehát a nagyszülők azok biztosan. Ők nekik még nehezebb volt? Ők nem fejtettek ki akkora ellenállást igazából, tehát hogy támogató közegként léptek föl. Csak úgy néha-néha megemlítették, hogy jobb lenne, ha nem. Különc jelleg, akkor ez kifejezetten ebben megnyilvánult. Miben érzed még, hogy egy kicsit eltérsz a átlagtól? A gondolkodásmódom az nagyon különbözik. Ez miben nyilvánul meg? Szerintem az általános világról alkotott képen különbözik a nagy többségétől. Tehát én így a trendeket nem nagyon követem. Tehát se viselkedésben, se öltözködésben, és nem szeretem, hogyha valaki a trendeknek jel. Tehát, hogy nem bántom, meg nem piszkálom vele, mert így tehát nincsen bajom vele, csak amikor megpróbálja azt mondani, hogy mert csak is az a jó. Ahogy ő él, amit ő csinál. És az sehogy máshogy nem lesz jó, csak és kizárólag úgy. Tehát, hogy én ezt nem szeretem. Tehát én például ilyen Instagram, vagy bármi ilyesmit, azt nem használok. Én olvasni nagyon szeretek. Én, tehát, hogyha szabad időm van, akkor nem a Facebookot pötyögtetem, hanem olvasok. És például általános iskolában is ez probléma volt, meg középiskolában is, hogy nagyobb szókincsel rendelkeztem, mint az osztálytársaim, és ezt valamiért ők ijesztőnek találták. Tehát, hogy nem úgy, hogy féltek tőlem, és bemenekültek a sarokba, hanem, hogy ők támadtak engem azért, mert nem akarom bekézelten megfogalmazni, de tehát, hogy szellemileg ilyen tekintetben fölöttük álltam. Tehát amikor valaki olyan szavakat használ, amit nem értesz, az... És az, hogy ők ezek szerint nehezen, vagy mondhatjuk azt is, hogy nem annyira tudták ezt elfogadni, ezt a te különc jellegedet, te próbáltál valahogy mégis kapcsolódni hozzájuk? Tehát, hogy valami kis összekötő kapocs legyen köztetek jobban, vagy úgy voltál, hogy az én világomban én el vagyok, ha ők akarnak, majd közelednek. Egy ideig próbálkoztam, de utána nem. Tehát én mindenkivel kedves voltam. Már mennyire emberileg ugye mindenkivel kedvesnek lehet lenni. De tehát középiskolában pláne már nem is próbáltam a közösség tagja lenni. Mert általános iskolában folyamatosan ugye azt a tapasztalást kaptam, hogy nem lehetek. Tehát, hogy olyan szinten kilógok, hogy próbálkoznom is felesleges. És akkor így középiskolában már nem is nagyon próbálkoztam. Tehát ez itt nyilván az én hibám is. Tehát, hogy én se közeledtem, nem akartam, hogy befogadjanak. Alapból úgy kezeltem magam, mintha különálló lennék. Így nyilván nem várható el, hogy egy közösség befogadjon. Csak lehet, hogyha egy kis nyíltság lett volna a részükről. És te miben tudnál szerinted azért nyitni, változtatni az ő mondjuk mai... Most használom ezt, hogy mai modern világokhoz, amiben
oké, benne van, hogy jó vagy nem jó, ez megítélés kérdése, ez a Facebook, Insta, meg stb. A közösségi oldalak, de hogy úgy kapcsolódni hozzájuk, akár teszem azt mintát is nyújtva nekik, hogy oké, elfogadom, hogy van ez, lehet, hogy valamilyen alapszinten te is használod, vagy mondtad, hogy nyilván nem ezekkel töltöd az idődet, de hogy kapcsolódj ez az ő világukhoz, és akár, de úgy, hogy megőrizve a te saját integritásodat, a saját önálló jellegedet, de hogy ezzel akár egy mintát nyújthass a számukra. Ez volt ilyen törekvésed, vagy van most ilyen szándék benned? Húha, ez nehéz kérdés. Tehát, hogy én mindig igyekeztem azzal, ahogy viselkedek másokkal szemben, igazából jó példával előjárni. Tehát én mindig úgy voltam vele, hogyha valaki engem bántott, én azt nem bántottam vissza. Tehát én mindig békésen inkább a háttérbe húzódtam, és hagytam, hogy elnyomjanak. Hagytad, hogy elnyomjanak? Tehát, hogy igen, ez inkább periférián legyen. Igen, kifejezetten. Tehát én nem is szeretek a középpontban lenni. Nem vágyok rá egyáltalán. Tehát, hogyha döntéshozatali helyzet van, akkor én nem szeretek. Nem szeretem a végső döntést meghozni. De jobban kapcsolódni a közösségekhez, az van benned vágy? Tehát túl azon, hogy oké, olvasott vagy, művelt vagy, picit ez a különc jelleged, de többet, mélyebbet látsz, és másként viszonyulsz önmagadhoz, meg a világhoz. Én kulturáltan megbeszélni ezt az egészet nagyon szívesen bárkivel. Tehát aki vevő erre, tehát aki befogadó erre az egészre, hogy kulturáltan ténylegesen meg lehessen beszélni vele, meg lehessen vitatni két különböző álláspontot, én azt nagyon szívesen bárkivel. Volt erre konkrét példád, akivel sikerült? Lehet, hogy nehéz volt elindulni, de hogy megbeszélni, hogy a te muzulmán vallási beállítódásod, az olvasás, intellektus felé való elköteleződésed, az annak ellenére ugyanúgy tudsz bárkivel beszélgetni, és nyithatnak feléd. Volt ilyen példa, hogy meg tudtad beszélni ezt? Persze, akadtak példák. Főként nem az én korosztályomból kerültek ki nálunk, tehát az én korosztályomból is akadt egy-két ilyen ember, de a többsége az olyan 25 pluszos, akivel ezt ténylegesen meg lehet beszélni úgy, hogy nem kapja föl a vizet, és nem kezdi el bőszen bizonygatni, hogy de igen, mert csak neki van igaza. Tehát ők befogadóbbak a te másságoddal szemben? Nem a befogadót használnám, tehát el nem fogadja. Tehát, hogy megérteni nem tudja, viszont elég kultúrát ahhoz, hogy ezt normálisan, nyugodtan végig tudja így beszélni. Tehát, hogy nem vitatkozunk, hanem álláspontokat ütköztetünk. Igen, eszmét cserélünk. Igen. És akkor erre voltak példáid, igen, akikkel lehetett ezt. Igen. Rokoni, családi, baráti körben is? Igen. Mindenhol? Igen. Igen, tehát amikor már egy kicsit nyugodtak a kedélyek, akkor szülőkkel minden további nélkül, főleg anyával. Minden további nélkül ezt át lehetett így beszélni. Tehát anya amúgy rendkívül okos nő, és érdemes meghallgatni, amit mond. És így vele ezt meg lehetett igazából beszélni. Tehát vele tudtuk úgy ütköztetni a nézőpontokat, hogy igazából nem akartunk rosszat a másiknak. Tehát, hogy nem lett belőle vita meg veszekedés, hanem úgy elfogadtuk. A telefonban, amikor előtte beszéltünk, azt is említetted, hogy volt egy muzulmán férfivel párkapcsolatod, és erről egy picit mesélnél nekünk. Igen. 8. mikor végeztem, általános iskolában, mikor végeztem, akkor kialakult egy ilyen szerelmi kapcsolat igazából. Tehát nem találkoztunk soha ilyen long distance relationship. Tehát ilyen, hogy mondják azt magyarul? Távkapcsolat. Igen. Tehát távkapcsolat volt, hosszú éveken át tartó távkapcsolat volt. Így, tehát interneten találkoztam vele. Egy ilyen külföldiekkel levelezős oldalon. Egy ilyen társkereső? Nem társkereső, levelező. Egyáltalán nem. Mint ami régebben volt ilyen levelező partnerek, hogy az újságokban hirdettek. Arra van most létrehozva egy netes felület, ez a Penpalworld, és ott talált meg, és írt rám. És akkor így elkezdtünk beszélgetni.
És igazából innen indult ez az egész, hogy nagyon jól megértettük egymást, és napokat, éjszakákat tudtunk átbeszélgetni. És ő is, tehát érdekesnek találtam, és kíváncsi voltam rá, és kedves volt velem, és tehát egy olyan békés, támogató közeget nyújtott. Hogy volt egy fix pont az életemben. Mint ahogy azt mondtad is, hogy maga ez a kultúra, illetve ez a vallás is ezzel azonosítottad, ez a végre tartozok valahová, és egy békés, jó közeg körülvesz, aki figyelnek, meg szeretnek. Igen. Aha. Hova ment tovább ez a kapcsolat? Hogy fejlődött, vagy változott utána? Hát ugye ez igazából egész középiskola alatt tartott. Úgy volt, hogy ennek az évnek, előző évnek, 2018 nyarán kiutazok hozzá, és összeházasodunk. Ebből végül nem lett semmi, ugye? Mikor a családdal ezt közöltem, azon felül, mikor kiderült, hogy, mert ugye én ezt titokban tartottam, ezt a kapcsolatot, mivel ez a férfi az idősebb volt jóval, mint én. És ezt nyilván nem közöltem így a családdal, hogy... Tehát a kapcsolatotok az végig titokban volt, addig a pillanatig, ameddig azt nem közölted, hogy te akár hozzá is mennél? Igen. Hogy fogadták a szülők meg? Gondolom, hogy ez nem egy könnyen bevehető dolog nem. Volt a számukra. Hát nagyon nem. Igazából örjöngéssel. Teljesen joggal teszem hozzá. Tehát, hogy ez nyilván megviselt engem is, meg őket is. És nyilván nagyon megrendítette a belém vetett bizalmukat. Ezt szerintem azóta se sikerült helyreállítani. Elég valószínű. Úgyhogy ebből a szempontból nem érte meg. Végül azért nem utaztam ki, hogy összeházasodjunk, mert az utolsó, tehát akinek elmondtam, az elkezdett győzködni, hogy ne csináljam, butaság ezért, butaság azért, el fog rabolni, el fog adni, elküld prostituáltnak, meggyilkol, nem enged vissza az országba. Csupa sztereotíp, negatív. Igen, dolog minden, jött vissza. Az összes sztereotípi, ami eszükbe jutott hirtelen, azt így rám lökték. Ez nem nagyon volt rám hatással. Igazából, ami maradásra késztetett, az volt, hogy én soha nem akartam fájdalmat okozni a családomnak. Tehát, hogy én nem akartam úgy élni az életem, hogy nekik azzal fájdalmat okozzak. És mikor a nagymamám sírva fakadt, mikor azt mondtam neki, hogy én akkor ki akarok utazni, és összeházasodni ezzel a férfival, az volt az a forduló pont, amikor én úgy döntöttem, hogy nem. Hogy nem megyek. És most lehet, hogy ez életem legrosszabb vagy legjobb döntése volt, ki tudja, hogy mi lett volna a kimenetele. De tehát azért, hogy egy, tehát hogy amit én úgy látok, hogy nekem per pillanat boldogságot okozna, azért én bántsam a családomat, vagy bántsak bárkit, nekem nem éri meg. Tehát a nagymamád, ha jól értem, a nagymamád fájdalma az, ami végül lebeszélt arról, hogy itt hagy mindent ezért a kapcsolatért, ezért a férfiért. Az volt a végső lökés, én inkább így fogalmaznék. Tehát amit a többi rokon, szülők, húgom mondott, az is nagy hatással volt erre az egészre. Bár ezt nekik az Istenért nem mondtam volna meg. De tehát amikor mama elsírta magát, akkor tudatosult bennem. Tulajdonképpen, hogy én ezzel milyen mélyen sebzem az egész családot. És ez volt az a pont, amikor én úgy döntöttem, hogy jó, akkor ez itt elég volt. És akkor ez, ami egyébként megint csak a különleges, vagy az előbb használt különc jellegedet erősítette, akkor úgy érezted, hogy ez már nem kell miattuk, de önmagad miatt sem? Hogy ennyire mondjuk így nagy és nehéz döntést meghoz, és e szerint élj? Én inkább úgy fogalmaznám, hogy a saját boldogságom nem ér annyit, hogy nekik ezzel szomorúságot okozzak. Én nagyon szeretem őket, nem akarom őket bántani. És hogyha most a pillanatnyi boldogságom függ ettől az egésztől, akkor se.